és látta a más angyalt, Jelenések 14:6, és látta a más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökké való evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Amen. Gyertek velem a Lukács evangéliuma 24. fejezetéhez. Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjüket, ez a szellemük felfogó képessége, hogy értsék az írásokat. És ezt mondta nekik, miután meg volt nyílva az elméjük. Így van megírva, hogy így kellett szenvedni a Krisztusnak, és föltámadni a halálból harmadnapon. És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. És ímé én elküldöm tireátok, az én atyámnak ígéretét, ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg nem felruháztatok mennyei erővel. Amen. Idáig. Szóval, azt mondja a 46-os verszakban, hogy miután föltámadta a názareti Jézus harmadnapon a halálból, igen, ez egy természet fölötti csoda volt, azt mondta a tanítványoknak, hogy menjetek el prédikálni a Krisztus nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között Jeruzsálemtől elkezdve. És ti vagytok ezeknek a tanúi. Tehát mi volt az evangéliumnak a célja? Az volt, hogy elmenjen minden felé az evangélium. Mi volt a szakmájuk ezeknek az embereknek? Hirdetni az evangéliumot. Ez volt a szakma. És az evangélium mellett pedig a bűnök bocsánatát. Hogy kell a bűnből kitörni, megszabadulni, és hogy kell a megtérésbe benne lenni. Mit jelent a megtérés szó? A megtérés azt jelenti, hogy az életünkben egy új irányt szab az életmódunk, a világnézetünk megváltozik, bibliai lesz a világnézetünk, és elkezdjük Isten útján egy egyirányú utcába közlekedni, elkezdünk kitörni a múltból, a múltnak az irányítása alól, a jelennek a fogságából, és átmegyünk az örökkévalóságnak a munkájába, az újjászületés által. A mai napon az lesz a címe az üzenetnek, hogy maradj az úton. Maradj az úton. A megtérés visz be bennünket a Krisztussal való kapcsolatba, és a bennmaradásba is, a názáreti Jézus Krisztussal, a megtérés üzenete, az tart meg bennünket. Kétfajta megtérés van. Az egyik típusú megtérés az, amikor szétválasztjuk. Az első az, amikor az ember befogadja a názáreti Jézust, mint urának, megváltójának, és bűnbocsánatot kap az ember, hogyha ezt elhitte, megértette, és valóban az Úr előtt őszintén ezt lerendezte az Istennel való kapcsolatában, a bűnt, az eredendő bűnt, és rendezte az életét az Istennel, az megtérése őszinte volt, a lelkismerete őszinte volt, az hozzáállás Istenhez őszinte volt, és el akar fordulni a bűnéből, akkor Isten megbocsátja a bűneit. Ha nem volt őszinte, akkor Isten nem bocsátja meg a bűnöket. Ha nincs valódi megtérés az ember életében, a szívét nem adja oda Istennek, és nem mondja azt Istennek, hogy mostantól kezdve egy Istenem van, ez az Isten, az élő, örökkévaló, zsidó Isten, a zsidók Istene, és az én Uram a megváltó, szabadító, és az életem értelme az, hogy alárendeljem az életemet, életmódomat Istennek, akkor az nem valódi megtérés, ez nem történt meg. A második típusú megtérés pedig, én úgy hívom, hogy progresszív megtérés, ami folyamatos. Ez azt jelenti, hogy az ember Istennel kapcsolatot teremt, föntartja ezt a kapcsolatot, és engedi, hogy az életében Isten újabb és újabb fényeket és megértéseket és kijelentéseket kapjon arról, hogyan kell Istennel rendezni az életét, hogyan kell Istennel együtt járni, és elkezdődik egy óriás utazása az embernek. Ez az üzenetnek az magva, ez a lényege. Gyertek velem a Márk evangélium első fejezetéhez, ezt is vettük előző héten, kicsit ismétlünk, de tudjuk legalább, hogy honnan kezdjük. Most eléggé kihangsúlyoztam a megtérést, hogy mit jelent megtérni. Egyszer lehet csak megtérni. Tehát olyan nincs, hogy hát kétszer tértem meg. Nem, akkor először nem tértél meg, és a második volt az eredeti, de olyan nincs, hogy négyszer térünk meg, hanem négyszer jövünk vissza az Úrhoz. Egyszer kell az Urat befogadni, és az elég. Az elég. Hogyha az őszinte, akkor Isten elintéz.
14-től, Márk 1-14-től. Miután pedig János tömlözbe vettetett, elment Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát. Melyik evangéliumot hirdette? Az Isten uralmának, országának az evangéliumát. Ez nagyon fontos lesz, mert az Isten országa jött el az evangéliumon keresztül. Isten beavatkozása, az isteni uralom, ahogyan mi atyánkban is olvassuk, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Az Isten országa azt jelenti, hogy Isten szeretne a Földön bizonyos szellemi dolgokat behozni, hogy az emberi élet megváltozzon, minőségi változáson menjen keresztül, és Istennek az uralma, Istennek a való engedelmesség az ember részéről, az meg tudjon történni. Ez az, amikor meccéspont történik az életedben, bejön Isten munkája, és azt veszed észre, hogy a természet fölötti az valóságos az életedben, és meg akarod tartani azt a befolyást, benyomást, amit megértettél Istenből. Mert Isten, amikor bejön valahova, beteszi a lábát, a kezét ráteszi valakire, úgy mondja az Ószövetség több helyen, hogy Isten keze volt velük, tehát amikor Isten kinyújtja a kezét az életedre, akkor befolyást szeretne gyakorolni, ő úr, és sajnos, vagy nem sajnos, de el kell mondani, hogy ő nem szeret másodhegedűs lenni, így ő prímás, tehát ő azt szeretné, hogyha ő vezetné a zenekart, és azt szeretné, hogyha megértenénk azt, hogy hogyan kormányozza a világot, ez alá rendelnénk a szellemünket. Az életünk célja az, rendszeresen befolyás alá kerüljünk Istentől. Rendszeresen lássuk azt, hogy Isten az életünkben jelen van. Leteszi védjegyét, jelenlétét, természetét, megtévesztésünkből rendszeresen kijövünk, és újra-újra meglátjuk őt tisztán, szentül, mocsoktalanul, feltetetlenül, tiszta szívvel. Dicsőség az Úrnak. Azt mondja 15-ös verszak. Betölt az idő, elközelítetett az Istenek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Tehát az evangélium egy láthatatlan valóság, mert a hit az mindig a láthatatlan valóságba kapaszkodik. Előző héten, mikor tanítottam, teljes meggyőződést kaptam utána, sőt, ahogy jöttem haza, nem is tudom, kikkel jöttem haza a kocsival, mondtam magam előtt, hogy folyamatosan a hit üzenetét el nem hagyom, mert érzem azt, hogy minden héten föl kell tölteni téged azzal kapcsolatban, hogy ne csak a világra koncentrálj, ne csak az anyagi javak megszerzésére koncentrálj, nézd ki a fejedből úgy is, hogy van egy Istened, nézd fel az érckígyóra, rendszeresen kell az embereket ösztökélni arra, hogy van olyan, hogy egy másik világ, az láthatatlan világ, van egy olyan dolog, amit nem kézzel fogható, és a szellemet csak akkor él, úszik, táncol, dalol, vigad, ha hitben mozog a szellemed. El nem múló hit ez a te hited, és rendszeresen üzenek neked innen a pulpitusról, van hited, használd a hitedet, és Isten, hogyha megengedi, akkor hitről hitre mész, dicsőségről dicsőségre mész. A hitet nem azért van, hogy alvó üzemmódban legyen, nem azért van, hogy egy ilyen fagyasztó legyen a hitet, le legyen fagyasztva, azért van, hogy azt aktivált. És ezért a hit az egy menedzserré tud válni az életedben, ő tud szponzorálni, ő tud oktatni, ő tud egyre följebb vinni téged. Engedd meg neki a Jézusnak a nevében. Hagyd működjön a hited. Amen. Ma ki kell mondanom azt, hogy mi nem azért vagyunk itt, hogy egy vesztes csapat legyünk, azért vagyunk itt, hogy győztes csapat legyünk. Én nem azért születtem, hogy vesztes legyek. Én nem a vesztes oldalon állok. Én nem a rossz oldalon vagyok. Te se. Te azért születtél, hogy győztes legyél. Ki az az ember a Földön, aki úgy születik, én vesztes leszek? Én azért születtem, hogy vesztes legyek. Senki. De remélem, hogy te sem mondod ezt, és nem vallod meg, hogy itt vagy, hogy te egy vesztes ember akarsz lenni. Nem, egy győztes ember akarsz lenni velem együtt. És azért prédikálok ma is, hogy győztes legyél. A megtérés üzenete az a győztesek üzenete. A megtérés üzenete a folyamatos győzelemnek a garanciája. Mert a megtérés azt jelenti, hogy az emberi gondolat elváltozik Isten gondolatára. Isteni célokat értesz meg. Igen, az Istennek van célja veled. Igen, Istennek egy jó célja van feléled. És ezt meg fogod érteni. Sőt, jó cél, sőt, kedves cél, gyönyörködő cél, Isten gyönyörködik, ha célt ad neked, és sőt, jó, kedves és tökéletes ez a cél. Tökéletes Istenünk van. Hú, de jó érzés. Legalább valami tökéletes. Az autó nem tökéletes, a bútorod nem tökéletes, a házad nem tökéletes, de te tökéletes vagy, meg a célod is tökéletes. Amen. Tehát azt mondja az Isten igéje, hogy higgy az evangéliumban. Ez azt jelenti, hogy láss bele valamibe. Az evangélium elhozza azt, amit eddig nem láttunk. Az evangélium elhozza azt, ami új szövetségek neveztetik. Halleluja. Fogd be, és takarodj. Az Istennek az a célja, hogy egy nagyobb rálátásunk legyen az evangéliumról. Az evangélium egy jó hír. Három dolgot mondok, mi az evangélium, definiáljuk a dolgokat, mielőtt elkezdjük. Az első dolog, az evangélium egy nem csak egy jó hír, egy győzelmi hír. Maga a szó győzelmet jelent.
ezért beszélek a győzelemről. Tehát ahol az evangélium van, az evangéliumban való hit van, nem csak evangélium van, helyesbitek, hiszünk az evangéliumban, bízunk az evangéliumban, rátámaszkodunk az evangéliumra, rálépünk az evangéliumra, és el nem mozdulunk onnan, biztos dolog az evangélium, ott megjelenik a győzelem. Azonnal gyors siker. Mi a világon a gyors siker? A gyors siker az evangélium. Az evangélium hallása, az evangéliumnak a hite, az evangéliumban való életmód. Ez a gyors siker. A második, amit jelent, a jó hír, győzelmi híren kívül, az egy üzenet. Ez egy titkos üzenet, a mennyből. Titkos üzenet, titkos SMS Istentől számodra, az evangéliumon keresztül, a leveleken keresztül. Az evangélium az egy olyan harci erő, amin keresztül Isten megnyilatkozik, és háborúba visz, hogy győzz a jó evangéliummal, a helyes evangéliummal, a helyes információval, a mennyből, dicsőség az Úrnak. Üzenet, jó hír és harcos hír. Harcba visz téged, hogy győzzél, dicsőség az Úrnak. Ki az, aki nem akar győzni? Senki, mindenki akar győzni. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Na, merre induljunk előre? Így van. Gyere velem a Jelenések könyve első fejezetéhez. Ötös János, Jelenések 1:5. És Jézus Krisztusról, aki a hű tanúbizonysága halottak közül, az elsőszülött és a föld királyainak fejedelme, annak, aki minket szeretett, megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká, az ő Istenének, az Atyának, annak dicsőség és hatalom mindörökkön örökké. Amen. A mennyből szóló üzenet. János fönn volt a mennyben, és visszajött, és ezt látta meg, azt a személyiséget, azt az identitást, azt az imást, ami a miénk. Először is van egy imázsunk, hogy szeret bennünket Isten. Ez mindenek előtt van. Szeretve vagyunk. Ez az evangélium. Az evangélium el fogja hozni neked a szeretetet, hogy Isten szeret téged. A második, hogy meg vagyunk mosva a bűneinkből, a vér által, a megtérés után. A harmadik pedig, hogy tett bennünket királyokká és papokká. A papság az Istennel való kapcsolatot jelenti, olyan koordinátorok jelenléte a Földön, olyan antennák, akik Istennel vannak szoros kapcsolatban. A papság az egy antenna. Azt jelenti, hogy valakik Istennel kapcsolatban vannak és hallják Istent. A dróton vannak, hálózaton vannak, egy magas hálózaton, a mennyei telefonvonalon. Ők a papok királysága. A másik pedig királyi papok, ezek pedig a királyok pedig azok, ez is te vagy, akik azért jöttek ide, hogy uralkodjanak. Az életünk célja az uralkodás. Hogyan uralkodunk? Az evangélium által, az Isten országában. Ugye megmaradjon az életünkben az Isten országának üzenete, az evangélium üzenete, és amíg Jézus vissza nem jön, ebben ragaszkodóan és birtoklóan ott álljunk stabilan, hogy miénk az evangélium jó híre. Győztes csapat vagyunk, mert van üdvösségünk. Very easy. Amit akarok mondani még a 2 Mózes 28 alapján, papsággal kapcsolatban, volt nekik ruhájuk, 36-os verszak. 2 Mózes 28, 36. Csinálj egy lapot tiszta aranyból, mezd ki arra, mint a pecsétet metszik, szentség az Úrnak. Kösd az kék zsinórra, hogy legyen egy süvegen, a süvegnek elő részén legyen az. És legyen az az Áronnak homlokán, hogy Áron viselje a szent áldozatok körül elkövetett vétket, és amelyeket az Izrael fél mindenféle szent adományaikban szentelnek. Legyen azért szüntelen a homlokán, hogy kedvesekké tegye őket az Úr előtt. Amen. A szentség jelenléte a Ároni papságnál nem opció volt, és mindenki, aki hozzá ment a paphoz, hogy letegye az áldozatát, vagy a hála áldozatát, látta a süvegén azt a szót, hogy szentség az Úrnak. És a süveg a fején volt. Hát hol lenne a süveg máshol? Ez azt jelenti, azt jelképezi, hogy az elme megújulása,
ami a megtérést jelenti, elmemegülés a megtérés, az azt jelenti, hogy bevezet Isten jelenlétébe a melme megújulása, a szentségbe vezet be bennünket. Ezt jelképezi. Áron elméje szent volt. És az megújult elme, szent elme. Mit jelent a szentség? El vagy különítve a megtérésre, a folyamatos megtérésre, az Istennel való kapcsolatra. Ezt jelenti a szentség. Ez egy isteni jelenlét, a szentség. A szentség nem csak azt jelenti, nem csak azt jelenti, hogy a 10 parancsot hogy betartod, hanem azt jelenti, hogy Istené vagy, és a Szent Szellemmel való kapcsolatra vagy elhívva, és éled ezt az Istennel való kapcsolatot. Ezt jelenti a szentség. Istennel közösségben élsz. És az elme megőrása pont ebbe visz be téged, a folyamatos, progresszív megtérés, hogy minél jobban és jobban közelíts Istenhez. A 2 Mózes 19-ben azt mondja az ige, 5-ös verszakban. Mostan azért, ha figyelmesen hallgatok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nekem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld, és lesztek ti nékem papok birodalma, szent nép. Ezek azok az igék, amelyeket el kell mondanod Izrael fiainak, és lesztek nektek papok birodalma és szent nép. A papság feltétele a szentség. És a következő korszak, amiképpen az Úr megjelenése volt a Sínőhegyre, a megszentelődés korszaka lesz. És egy tiszta ruhát kellett fölvenni, a 19.22-esben olvasod, és a papok is, akik az Úr elébe járultak, szenteljék meg magukat, hogy rájuk ne roncson az Úr. Mózes pedig mondta az Úrnak, nem jöhet föl a nép a Sínőhegyre, mert te magad intettél minket, mondván vesz határt a hegy körül, és szenteld meg azt. De az Úr azt mondta neki, eredj, menj alá, jöjj fel te is Áron veled, de a papok is a nép ne törjenek előre, hogy feljöjjenek az Úrhoz, hogy rájuk ne roncson. Aláméne azért Mózes a néphez, és megmondta nekik. És utána megkapja a 10 parancsolatot. Mit jelent ez? Hogy a következő korszakunk az nem egy konszolidált és stagnáló korszak lesz a Földön. Nem tudom, mikor fog eljönni, hány évtized múlva, vagy hány év múlva. De meg fog változni az egész Föld politikai helyzete, társadalom átváltozik, és ezen belül pedig Isten attrakcióba kezd, és megváltoztatja az egyháznak a szellemi klímáját. Ebben a klímaváltásban a királyok és a papok megjelenése lesz, mert már az Ószövetségben, a 2 Mózes 19-ben, ahogy olvastuk, ez volt Isten eredeti terve. Isten kihívott népével, hogy királyok és papok birodalma legyen. És érdekes, hogy a Jelenések könyvében ugyanezt látja János fönn a mennybe, hogy mi kik vagyunk, királyok és papok. Királyok és papok. Mert a Jelenések mondanára mindig oda kell figyelni, mert a Jelenések könyve az nem csak a jelenről szól, hanem a jövőről is szól. Szóval ott tartok, hogy egy szentség kiáradása lesz az egész földre. Ki fogja árasztani Isten a szentség jelenlétét. És helyre teszi a sok tévtanítást, minden olyan szellemi valóságról, amely miatt az egyház megfenek lett. Vereséget szenvedett. És amikor Isten kiárasztja a szentség jelenlétét, akkor nem kell küszködni a megtéréssel, és nem kell küszködni Istennek a megismerésével. Mert Isten szent jelenléte tartalmazza azokat az isteni DNS-eket, ami azonnal gyors változást eredményez az egyházban. A korai egyház olyan fokú jelenlétben élt, hogy nem kellett nekik arról beszélni, hogy Istennek a neve szentség, hanem a szentséget, mint levegőt élvezték, és senki nem mert közéjük elegyedni. Miért? Mert olyan fokú szentség volt, hogy az emberek, a világi emberek azt mondták, én nem megyek oda, mert nem akarok szentnek lenni. Tehát nem volt keveredés. Hogy lehet ezt megcsinálni, hogy egy egyház szent legyen? Sehogy. Erre csak az Úr képes. De el fog jönni egy új korszak, amikor Isten jelenléte olyan fokú lesz az egyházban, hogy nem kell erővel birkozni és szkanderezni az emberek életében, hogy keressék Istent. Maga Isten jelenléte csinálja majd ezt. És sok áron lesz, akiknek a fején rajta lesz a süveg, és azt üzeni a szövegük, a beszédük, a kommunikációk és az arcuk. Szentség az Úrnak. Vannak dolgok, amiket nem lehet emberi oldalról igyekezettel megoldani. Szükség van Istenre, hogy beavatkozzon az ember életébe. És ilyen a szentség kenete is. A szentség kenete az gyorsan királyokat és papokat fog megszülni, létreszülni. És ez volt Isten eredeti terve a 2 Mózes 19 alapján.
gyere velem a Lukács 15-höz. Viszont ahhoz még sok mindennel át kell menni, mert Isten tudja jól, hogyha leteszi lábát egyre mélyebb, magasabb vizet hoz úszásra az egyház számára, annál nagyobb odaszentelődés kell, és keskeny az az út, amin járunk, és széles az az út, amit sokan járnak, és el fogja választani Isten az egyházat, és új dolgok fognak létrejönni, és elsőkből lesznek utolsók, és utolsókból elsők. De nagyon érdekes korszak lesz. Nem beszédből áll Isten országa, hanem erőből. És amikor Isten országa megnyilvánul egy emberen, egy gyülekezet életében, akkor az erő jelenik meg. Tehát nem csak beszéd, hang, hanem erő jelenléte. És ez egy teljesen más atmoszféra. Mi egy konszolidált egyházban nőttünk föl. Nem ismerjük az apostolok cselekedeteinek az óriási kiáradását. Ma egy konszolidált kereszténységet élünk. Isten nem konszolidált. Isten, amikor megjelenik valahol, akkor az ő jelenléte nem teszi az embert ugyanazzá. Nem hoz avasságot Isten. Isten új dolgokat cselekszik nem sokára. Olyan dolgokat, amit az ember fel se fog még most. Csak a kenet által fogjuk tudni fölfogni. A kenet az Isten jelenléte, Isten természet fölötti jelenléte, ami ki fog áradni óriási módon az egyházra. És azt mondja az Aggeus könyve, hogy az első ház dicsőségénél nagyobb lesz a második ház dicsősége. És amikor mi arról beszélünk, hogy dicsőség kiáradás, akkor ez fogalom ma az egyházban, és az előző generációknál nagyon kevésszer volt tapasztalható az elmúlt 50 évben, hogy Isten szentsége, Isten jelenléte olyan embereket alakított volna át, akik nem csak, hogy hallottak Istenről, hogy fogták Isten táskáját, hanem személyesen ismerték volna Istent. Mert szentség nélkül senki nem látja meg az Urat. Senkinek nem nyilatkozik meg, így lehetne fordítani az Úr szentség nélkül. És a szentség az egy megújult elmét jelent. Egy megújult gondolkozási módot és megújult cselekedeteket. Na most az egyház előző generáció az elmúlt 50 évben sajnos nem tudta úgy megtalálni Istent, hogy nekünk átadta volna olyan módon, hogy egy rendszeres Isten megtapasztalás lenne az ember életében. És az a rendszeres Isten megtapasztalás, befolyás nem folyt be, mivel nem folyt be, ezért az emberek bele menekülnek mindenfajta olyan kereszténységbe, ami épp hogy csak egy túlélővé teszi a szellemi életet. És ma Istennek az a terve, hogy újra visszajöjjön, és levegyen a lábunkról. Hogy ne csak arról beszéljünk, hogy egyszer mi történt a múltban. Mert a múlt az elmúlt. És ma a jelenben kell Istennek cselekednie. Én a mostban akarok élni, és nem a tegnapban. A tegnap az egy emlék. A tegnap az egy emlék. Minden gondolatod, ami a múlthoz kötődik, az emlékekhez, benyomásokhoz, megtapasztalásokhoz kötődik. Gyere ki a megtapasztalásból, az emlékeidből. Újítsd meg az elmédet, hogy a jövőbe tudj menni. És ma, most bemehetsz a jövőben. A jövő és a múlt között a jelen van. És te kötöd össze a jövőddel az életedet úgy, hogy elszakítod magadat a múltattól. Mert a múltadban már semmit nem fogsz tudni kapni, mert ma mostban vagy. Te nem mehetsz vissza. Vége a múltadnak. És a jövőd most kezdődik. Az új bor új tömlőbe kell tenni. És hogyha te régi tömlőbe akarod tenni az új bort, az szét fog szakadni. Ezt mondja Jézus. És minden szellemi valósághoz új tömlő kell. Mi a tömlő? Az embernek a szíve. És az egy szívnek rendszeresen kell kalibrálnia magát az új isteni üzenethez. És ha fölkészít Isten egy nemzetet, akkor fölkészíti először a tömlőjét. A tömlőjével fog foglalkozni. Hogy beletegye az új bort. És miért van ez az üzenet a szívemben, a megtérés üzenete? Hogy fölkészüljünk az új borra. Azért, hogy a tömlőm rugalmas legyen. Befogadja azt, amit Isten akar cselekedni. A prófétai kenet mindig előtte megmondja, hogy mi fog történni. Azt mondja, hogy nem cselekszik Isten, mielőtt meg nem jelentené az ő prófétáinak. És hogyan, kik a proféták? Hogyan jelennek meg a proféták? Megújult elmélyű emberek, akik látják a megújulás által a bekövetkezendőket, és felkészítik a népet. Mit olvastunk most Mózesnél? Fölkészítette Isten a népet, ne törjenek előre, mert szent az Isten. Nem, a szentség prédikáció önmagában nem hoz eredményeket. Látjuk 50 év alatt. Hát azért egy pár embert láttunk, aki a szentségről prédikált, mégsem láttunk Isten hatalmas keretét rajta. Miért nem láttuk rajta Isten hatalmas keretét? Mert a szentség az nem csak egy prédikáció, egy szaftos és megfélemlítő üzenet, hogy meg ne halljunk idő előtt. A szentség az Isten karaktere, személyiség jegye, egy gyümölcs Istenből az ő gerince. Isten megjelenik, Isten gerince a szentség.
Gerinc nélkül Isten nem működik, szentség nélkül. És a szentség pedig megváltoztatja az ember Isten képét. Közel kerülhet Istenhez a szentség által az ember. És megismerheti Istent. Színről színre. Az én életem értelme nem az, hogy messziről beszélgessek az apámmal. Szia apu, ilyen CB rádió vagy telefonon. Néha látom homályosan. Nem akarok ehhez hozzászokni. Szeretném Isten jelenlétét, csak tudom, hogy nem lehet betörni Isten jelenlétébe. Engedni kell, hogy Isten kihozzon a skatujánkból, kihozzon a szuperszónikus szektoid gondolkozásmódunkból. Mert igenis, az ember egy idő után annyira be tud fásulni, be tud savanyodni, meg tud kecseredni és csömörleni a szellemi élettől Isten kenete nélkül, hogy nem is csodálom, hogy skatujába kezdünk el gondolkodni. Mi az, ami kitör? Kitörési pontot ad Isten az ember életében? A szentség jelenlét. Mert újra megtapasztalod Isten. Nem azért van a szentség jelenléte, hogy egy kis szuperszent legyél, egy kis bűbájos matula, mint aki ott ül és vigyáz a tüskevárra, hanem Isten azt akarja, azt szeretni az életedre nézve, hogy megtaláld Istent, és közel kerüljön Istenhez. A szentség óriási jelenlét, egy óriási perspektíva, hogy az Isten közöttünk lakozzon. Halleluja! Na nézzük akkor, mi van akkor, amikor az egyház elmegy az atyai házhoz, háztól. A Lukács evangélium a 15. Ez egy szomorú történet számomra. 11-es verszak. Ismerjétek a történetet, de én akkor is ezzel kezdem. Egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és ez megosztál köztük a vagyont. Az ifjabbik és a idősebbik között. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, a kicsi fiú, kisfiú, így nézzük, kisfiú, összeszedvén mindenét messze vidékre költözék, és ott eltékozólá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Miután pedig mindent elköltött a kisfiú, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezejére, disznókat legeltetni. És kívánja a kisfiú vala megtölteni az ő gyomrát vala. Azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem adott neki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak, mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya. És megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatá őt. És mondané ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, adjátok föl rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, sarut a lábaira, és előhozzan a hizlaltulkot, vágjátok le, együnk, vigadjunk, mert az én fiam meghalt, és föltámadott, elveszett, és megtaláltatott, és kezdtek azért vigadni. Amen. Szóval, a helyzet az, hogy ez az ember, ez a kisfiú, ez jogilag tiszta dolgot tett, mert joga volt ahhoz, hogy kikérje a vagyont. Nem ezzel volt a gond, hogy kikérje a vagyont, hanem azzal volt a gond, hogy rossz helyre vitte a lába. És van egy olyan dolog, hogy a megtérés az szeretné létrehozni azt, hogy abban, azon a helyen áldjon meg téged Isten, ahova eleve elrendelt téged. Ez fontos. A második, hogy ez a fiú felébredt arra, hogy vannak jogai. Felébredt arra, hogy van öröksége. Ezzel sincs gond. A gond az, amikor nem tud azonosulni azzal, amit Isten akar az életére vonatkozóan. És a megtérés ezt hozza létre, hogy megérti az ember, hogy nem csak felszabadul arra, hogy vannak jogai, van öröksége az Úrban, a megtérés után, hanem összeilleszti az életmódját Isten tervével. Isten ugyanis Úr, és az ő céljai felsőbbrendűek az én célomnál, és én nem lehetek az ő céljainak az edzője, kivitelezője, én nem lehetek Isten menedzsere. Az Isten az egy független lény, és alá kell rendelnem magamat Istennek. És amikor a tékozló fiú visszajött,
Sajnos, amikor már visszajött, akkor egy más mentalitással rendelkezett. Ugyanis azt mondta, hogy visszamegyek, nem fiúként, és jó lesz nekem a disztóknak az eledele. Az atyai házban. És a gond az, hogy a megtérés után azonnal, mondom azonnal, túl kell jutnod abból a korszakból, ahol voltál, ahová a nem Isten akarata vitt el téged. A tervet, a saját önálló célod, az önérvényesítésed, az önakaratod, az önimázsod, az egód elvitt valahova. És vissza kell rendeződnöd. Na most akkor visszarendeződés elkezdődik, nagyon sokan azt mondják, én megtérek. Én visszajök az atyai házhoz, elég nekem, hogyha csak befogadnak, és legalább ott vagyok, és van üdvösségem. Igen ám, csak a régi mentalitással nem tudsz belenni a királyságban. Ugyanis megtanulod a disznók között, hogy te erre vagy méltó, hogy disznókkal érintkezzél, ez a tisztátalan világ, és a tisztátalan világával érintkezés pedig elkezd átalakítani, idomítani, hozzá idomulsz ehhez a gondolkozási módhoz, ehhez a rendszerhez, és ehhez a struktúrához. Mit csinált a tékozó fiú? Visszajött, és úgy gondolkodott, mint az a környék lakója, az a gazda ember szolgája, akik megmondták neki, hogy még disznót sem ehetsz. Lejött erre a szintre, egy olyan szintre, ami a világ meghatározása, a világ céljai, a világ eredményessége, a világ célkötődései, a világ kontrollja, a világ manipulációja. Viszont az atya nem engedte meg azt, hogy úgy gondolkodjon az atyai házban, ahogyan gondolkodott egy szentségtelen közegben. Mert a disznónyáj, a disznók az a szentségtelenséget jelentik. És amikor visszahozta a fiút, az atya elmondta neki, hogy az a gondolkozásmód, amit be akarsz jönni, úgy nem jöhetsz be. Ez a megtérés jelenti. Hogy nem csak megbánjuk a bűneinket, a megtérés nem csak azt jelenti, hogy elismerjük, hogy bűnös emberek vagyunk, hanem föl kell ébredni arra, hogy vissza kell menni valami újba, amiben lehet, hogy soha nem voltál részes. Lehet, hogy még soha nem újult meg úgy az elméd, hogy tudtad volna azt, hogy milyen fiúnak lenni, és az örökséggel helyesen bánni. Mert a legtöbbször azzal foglalkozunk, hogy vannak fiak, akik eltékozolják a vagyont, az örökséget, és mindig próbáljuk helyreállítani őket, hogy végül is helyreállj abban, hogy van örökséget, nem tékozoltad el teljesen, és hogy lehet egy új lehetőséged. De van ennél több is, amikor helyesen bánunk az örökséggel. Van ennél több is, amikor olyan pozícióba tudsz maradni, amely során nem veszíted az örökségedet, még hasznot tudsz hozni az atyai házhoz. Amen! Tehát ott tartunk, hogy visszajött a fiú rossz mentalitással, rossz gondolkozásmóddal. És ma miért beszélünk erről? Mert lehet, hogy te visszajöttél a tékozó fiúként az atyai házhoz, csak rosszul gondolkozol, és nem jönnek az eredmények. Miért nem jönnek az eredmények? Azért, mert nem akarsz azonosulni azzal az új mondatával az atyának, amit mond neked, hogy te fiú vagy, örökséged vagy, van, és szeretnének ünnepelni veled, megünnepelni azt, hogy nem a disznók közé kerültél újra, nem egy rabszolga hajcsár vagyok, hanem az atyád vagyok, aki egy új modellt akarok neked megtanítani, mert nem értetted, azért mentél el. Az én házamban nincsenek rabszolgák, disznók, hanem te a fiam vagy, és szeretném, hogyha te örökölnéd a bátyáddal együtt az egész vagyonomat, sőt, kezelnéd azt. És el kell jutni odáig, hogy téged Isten elhívott főúrnak. Lakás tulajdonosnak, birtokosnak, az apáddal együtt, hogy uralkodj a birtokodon, és neked legyenek szolgái, és neked te ne legyél a világ szolgája. De ehhez mentalitás váltásnak kell lenni. Ezt nevezzük a világi szemszögből függetlenségnek. Mikor nem uralkodnak rajtad, hanem független vagy. És te irányítod a sorsodat. Nem csak egy kicsi cserebogár vagy, amelyet jobbra-balra tesznek, hanem te irányítod a sorsodat. Hatalmad van arra, hogy válts munkahelyet, hatalmad van arra, hogy autót vásároljál, hatalmad van arra, hogy a szellemi örökségedet ne tékozold el, hatalmad van arra, hogy gyűjts és ne tékozolj. Keresd és találj. Hatalmad arra, hogy az imáidat pedig Isten meghallgassa. Amikor használod azokat a talentumokat, azokat a karizmákat, amiket Isten adott neked. De a tékozó fiú úgy jött vissza a atyai házhoz, hogy ő nem akarta használni. De ez lehetetlen. Amen. És az elme megújulása azt fogja eredményezni, hogy elkezded megérteni, hogy ki vagy, és mire vagy képes. Ki vagy, mire vagy képes, és mit ad át neked az atya. A megtérés üzenete nem csak azt jelenti, hogy bűnbánatot kapunk, elgondolkozunk, hogy rossz irányba vagy megyünk, és visszajövünk, ezért precízebb a Szent Szellem, ő vissza akar emelni téged abba az identitásba, ahonnan kiestél. Abba az identitásba, ahonnan kiestél. Lehet, hogy soha nem is tudtad, hogy milyen identitásod van. De Isten elkezd dolgozni rajtad, és meg fogod tudni, hogy ki vagy Krisztusban. Az, aki vagy, az fogja meghatározni, hogy hogyan tudsz uralkodni. Az, aki vagy, határozza meg, hogy mit fogadsz el, milyen örökséget.
Az, aki vagy határozza meg, hogyan fejlődsz szellemileg lépésről lépésre. A tékozó fiú lemondott az atyai házhoz és a fiú identitásáról. És azt mondta, nekem nem kell ez az atya, nem kell ez a fiúság, elmegyek és megoldom magam, a saját magam életét. Nem tudsz független lenni az atyai háztól, és nem tudsz független lenni az atyának a tulajdonságától, hogy ő ad, felépít, uralkodásba visz, átadja a lehetőséget, hogy vele együtt uralkodjál a birtokon. Nem tudsz. A megtérés ebbe visz be. Minden olyan megtérés, és megtérés folyamatai, ez a progresszív megtérés, ami belevinne téged egy ilyen elvakult, vallásos életbe, becsavanyodott, beskatujázott, ilyen dobozba zárt világ, hogy épp örülsz, hogy van egy tízdek a párizsid, van egy szép feleséged, és majd jön a világ vége, és jön Jézus. Ez a fajta világ égés, és ez a fajta apokaliptikus dolog, hogy gyere ki gyorsan, mert lehet, hogy nem jön vissza Jézus, míg itt élsz a Földön, és lehet, hogy egy pár dolgot még el kell rendezned az imáiddal, a szellemi odaszállásoddal, az áldozatoddal, a családodat föl kell nevelned, normális emberként kell megmaradnod, bűn nélkül szentségben kell maradnod, és meg kell mutatnod, hogy milyen egy minta keresztény, milyen egy minta család, milyen egy minta apa. Amen! Hogy nem azzal foglalkozunk, hogy az apákat helyreállítjuk, hogy végre megértsen, hogy milyen felelőssége van, hanem hogy tovább jussunk ezen a szinten. És ne csak arról beszéljünk évtizedeken keresztül, de téd a gyűrű. Nem, ez nem ámítás, ez nem az aciból vette az apád. Nem, ez nem az ecseri piacról van, ez valódi. Nem részből van, nem aranyból van, igazi, stb. Tehát ne ezen a szinten gondolkozzunk és dolgozzunk. Azt mondta a fiú, nem vagyok méltó, de méltó vagy. Én egy bűnös ember vagyok. Igen, de meg vagy váltva. Ezért ne azt emeld ki, hogy bűnös ember vagy, hanem bűnös ember voltál. És onnantól kezdve az apával kell foglalkoznod, hogy ő mit mond neked. Ez a megtérés üzenete. Amen. Már föl kell dolgoznod, hogy van egy tapasztalati világ kint, és föl kell dolgoznod azt, hogy van egy mennyei világ bent. És hogyha azt akarod, hogy fejlődj, neked nem csak a megtapasztalásaidnak kell vezetnie, hogy mit tapasztalsz meg kint, hanem tudnod kell, hogy milyen bent az Isten országában élni. És ezt kell folyamatosan ezt megtapasztalnod. Befolyás. Ma többször fogom mondani ezt a szót. Befolyás, befolyás, befolyás. Hogy az atya állandóan befolyásoljon. A szellemi élet olyan, mint amikor az ember elfelejti a dolgozatnál a pitagorasz tételt, vagy a történelem valamelyik eseményét. Ugyanilyen a szellemi élet rendszeresen, mikor nehézségben vagyunk, kihívásokban vagyunk, elfelejtjük a szellemi dolgokat. És Isten rendszeresen akar újra és újra rá csatlakoztatni az ő gondolkozásmódjára, hogy hogy gondolkodik rólad, mit van és merre kell, hogy ilyen haladj. Dicsőség az Úrnak, hogy van. Igen, a megtérés egy egyirányú utca, haradsz fölfelé a menny felé, és nem nézhetsz már vissza. A múltra nem tekinthetsz már. A megtérés soha nem fogja megmutatni neked, hogy mi lehettél volna a múltba, hanem azt fogja megmutatni, hogy mi a tiéd. Még egyszer mondom, a megtérés nem egy sanzon. Amikor megtérsz, akkor Isten nem teszi fönt a mennyei lemezjátszóra föl Edith Piaf számát. Nem fogja lejátszani ezt a 30-as évekbeli sanzont, és hogy belebúsulj a történelmedbe, a hülye dolgaidba, a bukásaidba, hanem azt fogja mutatni, azt a sanzont fogja énekelni, de nem egy ilyen Edith Piaf hangján, hanem egy csodálatos, dicsőséges hangot fogsz hallani azzal kapcsolatban, akár énekelni fog neked az Úr. Igen, énekelni fog. Van ilyen, hogy Isten énekel, hogy mi lesz a jövőd, és ez egy dicsőséges, jó jövő. Jó jövőd van. Nem érdekel, ki mit mondta, hogy neked rossz jövőd van, meg mit, meg hogy nem lehetséges neked. Lehetséges neked. Mert a megtérés az egy garancia. A megtérés egy biztosíték a mennyből. A megtérés mindig azt hozza be, ahogy Isten gondolkozik rólad. A megtérés mindig pontos. A megtérésre lehet számítani. Kiszámíthatóvá teszi a szellemi életedet a megtérés. Azaz az elme megújulása. Azaz, hogy fölfogod, hogy Istent mit akar veled cselekedni. Szeretném mutatni valamit nektek. Egy Lukács 1. Lukács 1, 15-től. Ott vagyunk? Ez Keresztül János üzenete, és Keresztül Jánosról szól. Ő a megtérés üzenetét hirdette. De ettől függetlenül azért hozzá lehet fogni, hogy megnézzük, hogy mit hirdetett. Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik, betelik szent szellemmel, még az ő anyjának méhétől fogva. Milyen érdekes, nem? Hogy a kenet bent, a méhben bement,
az anyjába, és várta Erzsébet, tehát a Szent Szellem, hogy megszülje a fiát, hogy fölkenje Isten. És Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. Látod? Hogyan tudta ez a megtérés üzenetét hirdetni? A szentségkenet által, az Isten jelenléte által. Mert Szent Szellem Isten. Szent Szellem. Nem véletlenül ez a neve az Új Szövetségben Isten szellemének. Szent Szellem. És utána mit mond az ige? És ő előtte fog járni Illés szellemével és erejével, az atyák szívét a gyermekekhez térítse, az engedetleneket igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. És mondta Zakariás az angyalnak, miről tudhatom én ezt meg? Mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős. És felelvén az angyal mondanék ki, én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok, és küldettem, hogy szóljak veled, és örvendetes dolgokat jelentsek meg neked. Idáig. Mit mond az ige? Az Illés szelleme és Illésnek a megnyilvánulása hoz bizonyos üzeneteket. A megtérés üzenete azért fontos, mert mindig a megtérés üzenete hozza az következő korszakot. Keresztül János nyitány volt, kinyitotta a menny ajtaját, így is mondhatjuk, hogy bejöjjön a következő korszak. És amikor elkezdjük a megtérés üzenetét hirdetni, azonnal bejön a következő korszak, a Krisztus korszaka, hogy közelebb kerüljön az egyház Isten fiával. Az úton járás, a nyitás, a kilincs, a megtérés. És mit hirdetett? Azt mondja, hogy az atyák szívét a gyermekekhez visszatérítse. A megtérés első nagyon fontos pillanata. Hogy megtérsz, hogy visszakerülj az atyához. Nem egy légüres térbe térünk meg, hanem visszatérünk az atyához. Nem önmagadhoz térsz vissza. Fontos. Az első pont. Nem önmagadhoz térsz vissza. Nem az önmagad személyiségéből térsz meg. Ez nagyon fontos. Nem önmagadhoz, és nem magad ön személyiségéhöz. A te az önigézetedbe térsz vissza. Ha te az önigézetedbe tértél meg, bajba vagy. Mert nem saját magadból térsz meg. Isten térít meg téged. A szellem által, erővel. Erővel térít meg Isten. Nem lehet megtérni önálló erővel. Nem tudsz megtérni. Lehetetlen. Ez csak egy külső pótcselekvés. Bohóc. Egy cirkuszban egy bohóccá válunk. A második. Meg fogod látni a megtérésben, hogy van atya, és a Jézus Krisztusról szóló üzeneten keresztül pedig hozzá közeledni lehet. Megérted, mi Jézus Krisztusnak a szolgálata, az atyához vezet, és megérted azt, hogy a Jézusnál van nagyobb az atya munkája, az atya jelenléte. És ezt mindez pedig a Szent Szellem által vagyon, mert most a Szent Szellem korszakában vagyunk. Még egyszer mondom, a Szent Szellem hozta létre az Új Szövetséget az életedben. Ő az író szellem, beírja a szívedre az Új Szövetséget. És a Szent Szellem realizálja Jézus Krisztust az életedben. Nem te realizálod Jézus Krisztust, nem te tapasztalod meg a Jézussal való kapcsolatodon keresztül Jézus Krisztust, nincs egy az egybe adásod, mert ami fönn van a mennyben Jézus Krisztus. Te nem találkozhatsz Jézus Krisztussal úgy, hogyha ő megjelenik dicsőséges testben, azt aláírom. De én még nem találkoztam vele. Te lehet, hogy minden héten találkozol vele. Én nem találkoztam vele 30 éve. De lehet, hogy te találkoztál. De én most nem ezzel a jelenésről beszélek, hanem arról, hogy az igén keresztül, a Szent Szellemen keresztül tudsz közel kerülni Jézus Krisztushoz. A Szent Szellem hozza be, és nyilvánítja ki, kicsoda Krisztus. Szent Szellem nélkül nincs Krisztusod. Szent Szellem nélkül nem tudsz közelebb kerülni Krisztushoz. Nem tudod érteni a megváltás üzenetét, a javaknak az üzeneteit, csak a Szent Szellem által. Az Új Szövetség a Szent Szellem szolgálata. Igen, Krisztus szolgálata is, de a Szent Szellem által Krisztus szolgálata. Hogy megérted, meglátod a Szent Szellem tanításán keresztül kicsoda Krisztus. Na erre van a megtérés, hogy a Szent Szellem közelebb kerüljön az életedhez, beszélgessél az Úrral, az igén keresztül, és a Szent Szellem a kielentés szellemén keresztül megértesse kicsoda Krisztus, és mi a Krisztus evangéliuma. Amen. A harmadik, amit akartam még gyorsan letisztázni, hogy nem akarja Isten, hogy mostantól kezdve a megtérés után önmagadból éljél, más életet akar élni Isten benned, általad, és egy újba akar téged bevinni. Nem akarja Isten, hogy önmagadból éljél, és ezért akarja Isten, hogy az Isten gondolata legyen a te gondolatod. Az Isten nusza legyen a te nuszod. Az Isten értelme legyen a te értelmed. Ez Krisztus értelmére vonatkozik. Nem akar Isten úgy élni az életedben, hogy független vagy tőle. Szeretném megosztani az ő élményeit, lehetőségeit, jövőjét, mindazt a dolgot, amit elképzelt Isten számodra. És ezt a gondolati képeken keresztül közvetíti.
Engedned kell az innovációt. Isten innovatív Isten. A megtérés innováció. Megtérés egyenlő innováció. Minden egyes újabb kijelentés sorozatban, amiben élsz, mert egy kis mozaikokat kapsz, puzzle darabkákat, és végül összeteszi Isten egy pár hónap vagy pár hét alatt. Ezekben mindig azt fogod látni, hogy Istennek van egy újabb ötlete rólad, feléd, a munkáddal, gyerekneveléstől kezdve, minden vonatkozásban. Isten megtérésről megtérésre visz bennünket, hogy közelebb kerüljük az isteni innovációhoz. Mit jelent az innováció? Valami olyan szellemi újdonság, ami mindig kompatibilis veled, problémáddal és megoldást ad. Ez a megtérés üzenete. Ez csatlakozik a hithez, mert megtérünk és higgyünk az evangéliumban. Az evangéliumot behozza Isten bölcsességét, üdvtervét, üdvösségét, mindent számodra. Halleluja! Ez egy pozitív üzenet, ha észrevetted volna. Talán mondhatsz egy áment ezzel kapcsolatban. És a megtérés által te azt proklamálod ki a szellemvilágba, hogy nem fogsz elrejtőzni az atyától. Azt üzened Istennek, Uram, Góré, apám, szükségem van a te bölcsességedre, nem akarok saját magamra támaszkodni, és most figyelj, még arra se támaszkodj, amit eddig megértettél, mert az újabb lehetőségek az életedben újabb különböző fortélyok által fognak működni. És amikor Ádám és Éva elbukott, akkor Éva szakasztott a fából a bölcsességéért. De pontosabban úgy lehetne megmagyarázni, hogy a bölcsességét, valami nagy bölcsességet akart. Nem. Egy jövőbelátást, egy olyan képességet, hogy tudja, hogy kiszámítható lesz az élete spirituális oldalról. A sátán Évát nem materiális oldalról kísértette meg, hanem spirituális oldalról. Mit jelent ez? Hogy nem egy földi karriert mutatott neki, hanem egy természet fölötti karriert. És ez a természet fölötti karriered, és hagyjuk az Évát, az garancia arra, hogy mindig legyen neked bölcsességed, héberül sakál, értelmességed arra, hogy jövőbelás. Tehát a Szent Szellem a segít abban, hogy kezeld a jövődet. Mert a múltadat már nem tudja kezelni. A jövődet tudja csak Isten Szelleme kezelni. A jövődet. Az emlékeket úgy kezeli a múlt emlékeit, hogy meggyógyítja. De nem foglalkozik már a múltaddal Isten. Ezért lép ki a múltadból, mert Isten nincs a múltadban. Isten a mostban dolgozik. És amikor az megtérésben vagy, most figyelj, mind a jelen, mind a múlt most lesz. Mert azért mostban, mert a hit csak mostban dolgozik. A hit mostban dolgozik. És azt fogod érezni a jelenben, hogy a jövőben vagy, a mostban. Mert a hit kiszakít az időből, és az örökké valóságba emel be téged. Még jobban, ez lehet, hogy elvont volt. A vak, aki kiabált Jézus felé, emlékeztek rá? Ment a tömeg, ott voltak a tanítványok, ment a brancs, a galeri. Gondolom, Péter vagányon sétált Jézus mögött, halleluja. Benne vagyok a 12-ben, már le van zsírozva minden. Ez már egy biztos dolog. Itt innen már nem rúgnak ki. Az áldás 100%. És követte Jézust, és egyszer csak ott volt egy vakember az út szélén, és elkezdett kiabálni, hogy Jézus, gyógyíts meg, Dávid fia. Könyörülj rajtam. Ez a kiabálás, ez a hang, ez a megújult elme hangja volt. Ez a kiabálás nem egy egyszerű hang volt, mert Jézus meghallotta ezt a hangot. Ez a kiabálás a megújult elmének a hit által való kiabálása volt. Ez a hang az univerzumba behasadt, fölment a mennyei világba, az Isten országába, bement a trónushoz, az atyához, és az atya azonnal szólt Jézushoz, állj meg, fiam! Ez nem az a típusú hang volt, amit eddig hallottam ott az utcába. Ez a hit hangja volt. Ez a megújult elme hangja volt. Ez nem a vakember hangja volt, ez a látó ember hangja volt. Azt kérdezett, hogy látó ember? Mert látta Jézust úgy, hogy vak volt. És mielőtt még járta volna Jézus szemével, már a hit hangja mondta, hogy állj meg, én tudom, ki vagy. És tudom, hogy mire vagy képes. És ez az én napom, ez az én pillanatom. Ez egy győztes nap. Itt győzött ez a vakember, és kijön a vakságából.
Ez a megújult elme hangja volt. Mi újította meg? Hogy felismerte, hogy ő Dávidnak a fia. Megújította az elmét, rájött arra, hogy a názareti Jézus Krisztus van ott egy méterre, aki gyógyító, csodatévő erő, akiről beszélnek a proféciák, a proféták, ez az ő pillanata. Ez egy nyertes nap. Valószínű, hogy fölkelt és azt érezte a megújult elme által elég bátran, ez az én napom. Kicsi fiú, figyelj oda, mert ma látsz, kicsörek. Halleluja. Ma úgy emeled fel a poharat az Úr egészségére, hogy látni fogod, hogy mit iszol. Látni fogod a vörösbort, a vizet, vagy a ági szörpöt, mindegy, mit iszol. A lényeg az, hogy ma látni fogod azt, amit Isten egészségére fogsz fölemelni. Kicsi fiú, nézz föl a mennybe, kiálts egy nagyot, mert Isten meg fogja hallani, mert meg van újulva az elméd. Hitben jársz már, és aki hitből kiált, ott Jézus Krisztus megáll. Ott nem megy tovább. Ez az én sorsváltoztató kiáltásom. Igen, azért kiáltott, mert nem volt süket. Halleluja. Volt hangja, vak volt, de nem volt süket, és kiabált. És igen, az elme megújulása pont ezt csinálja, hogy kijössz a vakságból rendszeresen. És amikor elméd megújul, mersz kiáltani Istenhez. Mersz leállítani bizonyos folyamatokat. Bele mersz szólni a menny dolgaiba, és azt mondod, Uram, tudom, hogy azt csinálsz, amit akarsz, de most figyelj ide. Most álljon le az egész menny. Most én kiabálok, nekem most szükségem van rád. Ilyen bátorsággá tesz téged Isten jelenléte, hogy bátran mersz Istenhez kiáltani. Nem piszmogsz, nem nyafogsz, nem sírsz, mint egy igazi magyar, ahogy a Jókai Mór mondja, hogy szegény gazdagok, már akkor a gazdagok már szinte sajnálták a gazdagokat, hogy ők gazdagok, tehát nem szegény gazdagként beszélsz, hanem a hit embereként. Igen, lehet, hogy vakként, de tudod jól, hogy amikor kimondod azt a szót, hogy segíts, Dávid fia, könyörül rajtam, akkor Isten fog cselekedni. Amen. Erre ezt teszi a bátorságá az embert, az elme megújulása. Ezek az emberek, akik 38 éve vérfolyásos asszony is, most 12 éve vérfolyásos asszony is, hát ő nem azért kiabált, vagy nem kiabált, hanem azért tulankodott ott a tömegen, mert nem volt hite. Volt hite. Mi volt a hite lényege? A hallás, és a hallásmokat mi volt? Elme megújulása. Miért? Mert azt mondolta magába, ha megfogom is a ruhája peremét, meggyógyulok. Mielőtt még meggyógyult volna, megújította az elméjét. És mikor megújította az elméjét, bátorságot kapott, és azt mondta, akárki, akárhol van, én megtalálom. És el tudom képzelni, ilyen görgyet nő lehetett, és úgy furakodott. Mint ma a Lehel piacon egy görgyet nővel beszélgettem. Oda jött hozzám. Ittam egy kávét, és oda jött mellém. Beszélgetett, egy kis aranyos zsidónő volt. Macskájáról beszélt nekem. De olyan erőszakos volt, hogy csak róla vele kellett foglalkozni. Nem tudtam meginni a habos kávémat. Na szóval, visszatérve a valóságba. Tehát amikor ez a 12 éve vérfolyásos asszony, ez a vérfolyásos asszony ott volt, akkor ott tülenkedett. Miért tülenkedett? Mert olyan bátorságot hozott a szívébe az elme megújulása, hogy ő azt mondta, meg fogom érinteni. Engem ne, és hány embert érintette meg Jézust? Senki nem érintette meg Jézust. Azaz mindenki megérintette, mert mondják neki, sok ember mondja, hogy valaki megérintett, mondja Jézus. És erre mondják a többiek, Péter meg a többi gazfickó, hogy hát miért mondod azt, hogy megérintett téged valaki? Hát a tömeg érint téged folyamatosan. Hát olyan közegben vagyunk, hogy mindenki megérint. Nem. A menny meglátta, hogy egy ember érintette meg. Hitáltal. Egy ember érintette meg. Tehát a kiabálás és kiabálás között van különbség. Tehát az érintés és az érintés között van különbség. Mi a kettő azonossága, egysége, harmóniája? Az, hogy megvan újulva az elme, és az elme újulása beviszi az embert abba a cselekedetbe, hogy létrejönnek a dolgok. Dicsőség az Úrnak. Na, ezt kihúztátok belőlem. Halleluja. Tehát ott tartunk, hogy visszatérve Lukács 1.17-hez, hogy az atyák szívét visszatérítse, tehát az atyák szívét visszatéríti. Mit hoz létre a megtérés üzenete? Atyákat és gyermekeket. Atyákat és gyermekeket. Beleavatkozik a családok életébe, de beleavatkozik az egyház életébe, és szellemi atyákat hoz létre a megtérés. Miért? Mert aki folyamatos megtérésben van, az föl fog nőni. Yes! Aki folyamatos szellemi életet él, az atyává lesz, és nem lesz mindig csecsemő. És nem lesz mindig arról szó, hogy óá, segíts, mert bekakiltam, hanem Isten azt akarja, így van, erről szól, segíts, bekakiltam, pelenkáz, Lajos, vége van a pelenkás korszaknak, vége van, atyák lesznek, akiknek a célja nem ez lesz, hogy kitisztítsük őket, hanem hogy neveljenek fiakat, gyermekeket, fölneveljenek, átadás, a megtérés, micsoda vízió, még az első pontnál tartok, menjünk tovább.
és az engedetleneket az igazak bölcsességére. Na, ez egy nagyon fontos dolog. Az engedetleneket igazak bölcsességére vigye. Itt egy kicsit, ez kicsit nehéz lesz ma olyan vonatkozásban, hogy a makacsokat, azokat bevigye az isteni gondolkozásmódba. A makacsokat bevigye az Isten értelméhez. A megtérés isteni értelmet ad. Menjünk kicsit mélyebbre. A megtérés az isteni értelmet ad, hogy az örökkévaló szerint gondolkodjunk, azon a szinten, hogy örökkévaló gondolkodik, és bevisz téged egy időtlen világba, ahol időtlen entitás van. Tehát a szellemi életed azonos lesz, nem minden gondolatod, de rendszeresen kapsz Istentől ötleteket és gondolatokat szellemi életedben, családi életben, munkahelyi életben, lefedi Isten gondolata a munkádat, a pénzügyeket, a társadalmi kapcsolatrendszeretet, a szokásaidat, a szociális dolgaidat, mindent. Érzékeny leszel a geopolitikai, világpolitikai dolgokra, lefed a megtérés. Megérted az egyház politikát, megérted az egyház történelmet, és bevisz téged egy olyan világba, hogy egy bölcs, értelmes emberré leszel. Kijössz az engedetlenségből, makacságból, önfejűségből, egomániádból, és bevisz téged Isten helyette az ő gondolkodás módjára. Ez még nem minden. Megnéztem, hogy mit jelent még ez a szó, hogy az igazak bölcsessége. Azt is jelent, hogy egy aktivitást jelöl. Nem csak, hogy értelmes vagy, és lexikon leszel, teológiai lexikon leszel, hanem aktívá válik az a gondolat benned, ami Istentől van. Tehát Isten gondolata nem csak egy valamilyen lexikális tudás, Isten nem tudást ad át, hanem egy élő tudást, egy élő gondolatot. És az élő gondolat benned pénzt is hozhat. Atyám, bocsáss meg! Az a gondolat olyan csodát hozhat, hogy tudod, hogy neveld a gyerekedet, a kölködet, akit megszültél, akit föl kell nevelni. Isten gondolata megmutatja azt, hogy lesz új munkahelyed, hova vektesd be, ha vállalkozó vagy, a feleségeddel hogyan bánj, hogy hogyan virágozzon ki a családod. Isten gondolata aktív gondolat, és olyan dolgokat teszel ezáltal, hogy muszáj megtenned Isten a megújult elmén keresztül. Fantasztikus, mert ösztönözve vagy belülről. Ez nem csak egy vízió, egy álom, és egy elmosódott álom, ez egy valóságos cselekvés belül. Ösztönözve leszel a szellemtől, hogy úgy gondolkodj, hogy Isten gondolkodik. És ezért úgy cselekedj, mint Isten cselekszik. És ez még mindig nem minden. Nem csak belső látás, hanem egy olyan akarati szinten való intellektuális tudás, hogy átfolyik egy cselekedetekbe, tevékenységbe. Ez nem csak önmagában mondom, egy belső látás, és most figyelj, ez egy vízió, és a víziónak céljai is vannak. És olyan erőt ad Isten, hogy vízió hordozó legyél a megtérés által, vízió kivitelezővé váljál. Tehát a megtérés víziót hoz be, és megmutatja azt, hogyan tud kihordani ezt a dolgot, és hogyan tud belemenni ebbe a vízióba, hogyan tud megcselekedni ezt a víziót. Igen. Ott van József, aki kap egy óriási víziót. Meg van újulva az elméje. Látja az álmait. Tudja, mi lesz a jövője. Ott van a bátyus. Ott van a góré. Ott van a többi, aki az elsőszülött is. És mondja neki, hogy nem hiszünk. Gyere velünk. Van egy szép kút. Ott van a te helyed, nem az álom országába. Mi vagy te, paffa, bűvös sárkány? És akkor Isten fogja, kiveszi őt, Józsefet ebből a kútból. Miért? Mert a vízió garantálja a sikert. Ért ő nem engedte el a víziót még a kútba se. Megújította az elméjét, az identitását. Ő egy vizionárus lett, azaz ő alkalmazza az álmot még a kútban is. Ilyen ereje van az elmegújulásának. Nincs olyan fogság a földön, még egy kút sem, ami a megújult elmét ott hagyná. Akkor Isten küld, ha kell, állatokat, embereket, UFO-t, bármit küld oda, de ki fog téged hozni onnan? Dicsőség az Úrnak, UFO alatt angyalokra gondolok. Olyan angyalok jöhetnek, segítségedre nem is gondolsz. A lényeg az, hogy Isten gondoskodni fog rólad. Ma azt mondod, miért? Azért, mert olyan vagy, mint József. Rajtad van József kerete, a vízió kerete. És kit érdekel, mit gondol a gazdaság? Kit érdekel, mit mond Orbán Viktor, vagy a másik a Trump? Lényegtelen, a vízió majd előrébb fogsz téged vinni. Miért? Mert Ábrám áldása működik rajtunk. Ábrám áldása nagyobb, mint a politika. Ábrám áldása nagyobb, mint az amerikai politika. Nagyobb, mint szíriai helyzet. Nagyobb, mint Assad. Mindenkinek nagyobb Ábrám áldása. Hú, de jó szolgálsz ma. Amen. Tehát a megtérés vízió hordozóvá és vízió kivitelezővé tesz téged. Mert garanciát vállal Isten, hogy amit ő mond, ő nem csak azt mondja, hogy bizonyos dolgokat megtehetnél, de soha nem éred el a célodat. Ez nem, Isten nem lambadára tanít bennünket, hogy kell, vagy nem lambada volt az, hanem
limbo táncot tanít Isten, nem limbo hívők leszünk, akik épp hogy csak a valami alá tudunk bemenni, hanem mi valami fölé vagyunk elhívva. Az ember nem arra van elhívva, még egyszer mondom, hogy túléljen, és lebutuljon a Tesco szintjére. Amen. Az életünk értelme, hogy a Tesco-ba olcsó cuccokat vásároljunk. Bár ott is vannak állítólag jó cuccok. De most menjünk vissza a valóságba. Szokták mondani, ez Tesco-s, de jól néz ki. Ismerjétek ez a pesti szlenget? A Tesco vettem, nagyon jól néz ki. Egyébként én is vettem már ott jó dolgot. Halleluja. Menjünk tovább, mielőtt még valaki megbotránkozik, hogy nem járok a Tesco-ba. Nagy bevásárlókocsival. Hát járjon az, akinek nagy a spejze. Tehát ott tartunk, meg nagy a hűtője. Én inkább a leherre járok. Az igazakat bölcsességre, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Készítsen az Úrnak, ez a harmadik, készítsen az Úrnak tökéletes népet. Ez a tökéletes nép, ez nem a görögül a tökéletes szó szerepel itt, ne arra, de muszáj megnézem a görögöt, hogy azért olyat tanítsam, hogy legyen némi igazság is benne. Ez felkészített népet, hadsereget készít elő a harcra. Azt jelent ez a szó. Egy felkészített nép. Felkészített nép. A megtérés felkészíti az egyházat a harcra. Dicsőség az Úrnak. Tehát olyan stratégiát ad át Isten a megtérésen keresztül, amit nem is gondolnánk. Igen, minden szellemi valóság stratégiát ad át. Dicsőség az Úrnak. Amen. Tehát ez egy olyan, ez az illés szelleme, ennek meg kell jelenni az egyházban nem sokára, és ez egy olyan szellemi új innovációt ad, amelyben van új önértelmezés, az egyház újra önértelmezi magát Krisztusban, és új krisztusi erőforrások fognak felszabadulni. Mert azt, amit most elmondtam nektek, azt nem lehet kivitelezni emberi erővel. Kellen az isteni gondolatok, az isteni újítások, kell az isteni új egyházi önértelmezés, hogy mi kik vagyunk Krisztusban, és kellenek az új erőforrások ennek a véghez vitelére, hogy mivé válik. És hidd el, hogy a megtérés folyamatában előre fogod látni azt, amivé fogsz válni. A megtérésben megmutatja Isten, hogy mivé leszel. Garantálom, hogy meg fogja mutatni, hogy milyen dicsőséges emberé fogsz válni rendszeresen. Isten az önértékelésedet a megtérés által gyógyítja. Nem lerombolja, gyógyítja. Igen, Isten nem csak vitatkozik velünk, nem csak vádol, nem csak korrigál, hanem épít is, gyógyít is és vigasztal is. A megtérés üzenete nem csak korrekció üzenete. Igen, befolyásol Isten, de megmutatja, hogy a bánkódás után a kegyelem szintje, a kegyelem ismerete mire képes átalakítani bennünket. És hogyha bánkodsz, akkor tudnod kell, hogy a bánkódásból, ha nem mész át a kegyelembe, és nem tapasztalod meg a kegyelemnek az ismeretének az üzenetét, a kegyelem rád vonatkozó tervét, akkor veszélyzónában vagy. És a következő szint a kegyelem után pedig, hogy a szíved gondolata megváltozzon. Tehát a megtérés üzenetében benne van az, hogy a szív karaktere, lényege, tartalma átalakul. Olyan megtérés nincs, még egyszer. Tehát az az igazi megtérés, hogyha a szíved tartalma lecserélődik, és a karakterisztikája új lesz. Mert a megtérés, igen, a szívet változtatja meg. És mondok neked valamit Jeremiás 24:7-ben. És ezzel én nem akarom kivenni az élét, hogy a cselekedetekre ne tegyünk hangsúlyt. Fontos a cselekedet, mert minden megtérés, ahogy a most tanítottam, cselekedetbe fog téged bevinni. Tehát az életmódod megváltozik. De figyelj nekem, mutatom neked valamit. Jeremiás az új szövetségben élt, mert meglátta az új szövetség üzenetét. 24:7. És szívet adok nékik, hogy megismerjenek engemet. Ki adja ezt a szívet? Én? Te? Magadnak? Nem. Isten kívülről beavatkozik a személyiségedbe. Első pont. És szívet adok nékik, hogy megismerjenek engem. Én tudom, hogy fontos kikutatni Istent. Fontos a böjt, az odaszánás, az ima élet. Ennélkül valóban nem lehet szellemi életet élni. De engedd meg azt, hogyha elkezdesz Istennel megtérés üzenetében élni, folyni, úszni, akkor engedd, hogy Isten dolgozzon benned. Mert a megtérésnek pontos ez a lényege, hogy nem csak te cselekszel, hanem Isten is cselekszik benned. Nem csak te cselekszel, Isten cselekszik benned. És ez, tehát enélkül nem fogsz tudni megtérni. Mert Jeremiásnál azt mondja a Szent Szellem, azt mondja az Úr.
Hetes verszak. Szívet adok nekik, hogy megismerjenek engem. Tehát nem csak, hogy te kutatod ki Istent, hanem Isten is garanciát, illetve melléd áll, és segít abban, hogy megtaláld őt. Hogy én vagyok az Úr, és ők én népemmé lesznek. Ez a második. Hogy te Isten népévé fogsz változni. Én pedig Istenükké leszek, mert teljes szívükből megtérnek hozzám. És én teljes szívükből megtérnek hozzám. Dicsőség az Úrnak. Isten adja a megtérést. Van egy ilyen része a megtérésnek. Igen, sokszor mondjuk azt, hogy te térj meg, hogy nehogy pokolra jussál. Te térj meg, hogy az életed megváltozzon. Ezt viszont lefelejtjük. Hogy az a profécia, az eredeti profécia, az Ószövetség üzenete arról szól, hogy aki odaszánja a szívét a megtérésre, arra Isten is odaszánja magát. Aki odaszánja magát arra, hogy Isten keresse, arra Isten beindul, és figyelj, soha nem tudsz többet tenni életedért, a jövődért, másokért, mint amit Isten tesz érted. Nem tudsz Istennel versenyezni, ne versenyezz vele. Nem tudsz nagyobb áldozatot adni Istennek, mint amekkora áldozatot adott Krisztus Jézusban, érted? Nem tudsz nagyobb hitben lenni, mint amennyire jobban hisz benned Isten. Nem tudod jobban szeretni őt, mint amennyivel ő szeret téged. Mindenben nagyobb Isten. Mindenben többet ad nekünk. És a megtérés üzenetében ez a nagyvonalúsága, zsenialitása, ez az óriási nagy karaktere, isteni karaktere, atyai karaktere jön, látja azt, hogy meg akarsz kicsit térni, erre jön és azt mondja, igen, meg akarsz egy kicsit térni, hú, benne vagy a zsákutcába, itt vagy már nálam. Na akkor elkezdek rajta dolgozni, és azt mondja az Úr, és szívet adok nékik, hogy megismerjenek engem. És elkezd Isten alakítani, változtatni a belső karakteredet, a szívedet, a lényed, és a súlypontod, és a személyiséged legpontosabb és legfontosabb részét, a szívedet. És jön, és ő ad ismeretet önmagáról. Óriási megtérés, hogy te azt akarod, hogy az elméd megújuljon, megismerd Istent, és Isten pedig megcsinálja az egészet. Tulajdonképpen engedned kell, hogy belül Isten csodákat végezzen az életedben. Engedned kell, hogy Isten dolgozzon belül, és ez ígéret, erre ráállhatsz, ebben hihetsz, hogy megismerhet Istent. Amen. Nem csak azt ismered meg, hogy vannak bűneid, hanem azt, hogy van egy Istened. Halleluja. Mekkora különbség, hogy nem csak kijövünk a bűnből, hanem van Istenünk. Halleluja. És ismerjük őt. Mert pontosan ez volt a régi generáció nagy problémája, hogy megtérünk mi mindenből. Persze, előre meghalunk, kidobjuk a koloniál bútort, nem vezetünk autót, mert bűnös, nem eszünk zsírosat, mert betegé leszünk, semmit nem csinálunk, mikrót kidobunk, telefont, laptopot, mindent, minden bűnös, a világ szerint való, mindenhol a világ szelleme folyik, mindenből megtérünk, még már abból is megtérünk, hogy mindenből megmertünk térni. És ismerjük Istent. Mert az igazi megtérés, azt mondja az Úr, hogy ő csinálja, hogy megismerjük engemet, hogy én vagyok az Úr, ők én népemmé lesznek. Én pedig Istenüké leszek, mert teljes szívükből megtérnek hozzám. Hú, amen! Igen, 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 igen. Halleluja. Figyelj. Halleluja. Menjünk a 1 Korintus 3-hoz. Nem. Bírákhoz. Bírák könyve 16. Tudod, az ember nagyon szeretne sok ígéretet megkapni, és olyan szívet, ami tiszta. Jézus mondja a hegyi beszédben, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mert meglátják Istent. Szeretnénk egy tiszta szívet, és azt mondom neked, hogy ha megkérdezed azt, hogy milyen a tiszta szív? Jó kérdés, ugye? Milyen az a tiszta szív? És gondolom előjön neked, hogy azok a sztereotípiák azonnal, amit hallottál, tudtál, vagy a tudatalattiból, hogy milyen egy jó keresztény. Tudod, ez nem ilyen egyszerű. Mert Istennek kell először is definiálni, és nem nekünk, hogy milyen egy tiszta szívű keresztény. Ez az első. A második, már az Ószövetségben látjuk azt, és mondjam, mutatom majd az Új Szövetséget is, hogy Isten nem mindig a tökéletes embereket használta. És van egy néhány újszövetségi figura és ószövetségi, akit mi egy az egybe kiállítottuk volna már a szolgálatba, és sőt a gyülekezetből is kirúgtuk volna. Péternél nem az látszik, hogy egy tökéletesen fejlődő, igazi karizmatikus keresztény volt, aki a szentségről szentségre megy, dicsőségről dicsőségre, majd Krisztus kereszt halálakor hit által közben jár, sír, és böjtöl azért, hogy visszajöjjön Jézus megdicsült szellemben, testben, és betöltekezzen Szent Szellemmel a prófécia alapján. Hát ő elárulta és megátkozta a mestert. Tehát nem az látszik ezek az ember életében, hogy tiszta a szívük. Holott ki van választva, és apostolnak van kiválasztva. Érdekes? A másik mondani való pedig az, hogy
szívnak a tisztasága az mindig függ a megtérés tisztaságától. Ha definiálni akarom, kinek tiszta a szíve? Aki a progresszív megtérésben van. És nem az, akire te azt gondolod, hogy tiszta a szíve. Még egy definíció, kinek tiszta a szíve? Milyen ez a tiszta szív? Emlékeztek, amikor Sámuel bemegy Dávidhoz, azért, hát Isaihoz, a Dávid apukájához. És azt mondja neki a Szent Szellem, hogy menj el, mert találtam magamnak az én szívem szerint való embert. És oda jönnek a testvérek, fölállnak, és már majdnem fölken olyan embert, akit nem is szabad fölkenni. És megkérdezi, hogy hol van? Van még itt fiú ebbe a házba? És mondja az apja, aki kiküldte őt vigyázni a juhokra, hogy van még egy. Ez egy elutasított kisfiú volt. Az apja nem tartotta méltónak arra, hogy behívja a családi házba, fészekbe, mikor megjelenik Isten óriási embere, ugye, Sámuel próféta. És Sámuel próféta azt hiszi, hogy a legderékebb, legdalivitéz lesz Isten embere. Mert a próféta nem látott bele a szívekbe, mert Isten nem mutatta meg neki, hogy melyik az igaz szívű. És amikor fölkenték Dávidot, a testvérei nem látták rajta, hogy tiszta szívű. Ezért majdnem visszaküldték, majdnem egyebugyálták, mikor ment, hogy Góliáttal győzzön. És azt mondták neki, menj innen, te gonosz gyerek, tudom, hogy miért vagy itt. Hátsó szándékkal. Neked nem tiszta a szíved, ezt mondták tulajdonképpen. Holott tiszta volt a szíve. És tudod, még a próféta se tudta, hogy van egy ember, akinek tiszta a szíve, és egy nem tiszta szívűt akart fölkenni. És ezen elmékedvén azt mondom neked, hogy egy nagyon komoly kijelentés kell arra, hogy kivel állsz szemben. Mert lehet, hogy olyan emberről beszélsz, gazul, aki tiszta szívű. Csak még nem szentelődött meg. Lehet, hogy egy ifjú hőssel beszélsz a gyülekezetben. Lehet, hogy ő lesz Isten óriási embere a következő generációban. Te pedig lenézted őt. Mert az, hogy Isten szelleme valakit megránt, beránt, átalakít, egy percen belül, egy olyan ember tesz belőle, hogy 100 hőst le fog pipálni, úgy, mint Dávid. Aki egy volt a hősök között. A legnagyobb hős. Elnézést. A legnagyobb hős. És az összes többi ott reszketett. De volt ez az ember, akiről senki sem gondolt, hogy tiszta a szíve. Szóval Jézus azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Tehát az, akinek tiszta szíve, annak megvan újva az elméje, hogy lássa Isten gondolatait, lássa Isten tervét. Tehát akinek tiszta a szíve, az azért tiszta, mert rendszeresen megújul az elméje. És ez nem csak erkölcsi szentségről van itt szó, hanem kijelentés vonatkozásában, hogy mennyire van megújul az elméje. És mutatok neked Bírák könyvében, hogy hívják ezt a srácot? Sámsonnal kapcsolatban, Sámuel, Sámson, Sikem, Sukum, sok s, tehát mutatok neked valamit, hogy mit csinál az ördög, hogy milyen támadás alatt vagy én velem együtt, hogy elveszítsük azt a küldetést, és a küldetéshez való potenciált, amit Isten ad nekünk. Elkezdi ez a tisztátalan nő kínozni Isten emberét. 4-es verszak, 16-4. És történt azután, hogy megszeretett egy asszonyt a Sórek völgyében, akinek neve Delila volt. És felmének ő hozzá a filiszteusok fejedelme, és mondanak néki, kérdezz ki őt, tudd meg, miben áll az ő nagy ereje, és miképpen vehetünk rajta erőt, hogy megkötözzük és megkínozzuk őt, és mi mindenkinek, mindennikünk adunk néked 1100 ezüst siklust. És mondta Delila Sámsonnak, mondd meg nékem, miben van a te nagy erőd, és mivel kellene téged megkötni, hogy megkínozhassanak téged. Idáig. A meg nem térés kiszolgáltatja az embert az ördög munkájának. Azt kérdezem, miben van az egyháznak nagy ereje a megtérésben? Miben van az egyháznak a nagy ereje, hogy úgy kezd gondolkodni, hogy Isten, és úgy kell cselekedni, hogy Isten? Miben van az egyháznak a nagy ereje? Abban, hogy az elméd, a szellemi felfogó képességed, az értelmed, amiről most beszéltem, például az illés keretén kapcsán, hogy átalakít. És erőt vonz be, és erővel tudsz dolgozni, és tudsz növekedni az illés szellemében. Testvérek, szellemi strádán vagyunk rajta. Csatlakozz rám. Itt van Sámson, és jön, és ki akarja forgatni őt az ördög. Nevetségessé akarja tenni, le akarja venni róla a küldetést, meg akarja szégyeníteni Izraelt, és azt akarja, hogy ellehetetlenedjen az Isten ereje az utcán, a tereken, az ellenséggel szemben Isten ereje. Meg akarja állítani az egyházat. Erre mit csinál? Elkezd beszélgetni vele, nem olvasom föl ezt a szörnyű sztorit. De azért belenézzünk.
Tízes versnek. És mondd a Delila Sámsonnak, elkezd játszani Sámson Delilával. Nagyon sokszor, amikor nem engedjük, hogy Isten feletté való bölcsessége bejön az életünkben, a saját magunk sikereiben, szellemi sikereiben, földi sikereiben bízunk, sokszor Sátán meglátja ezt, és küld olyan lehetőségeket számára, amivel ki tudja venni azt a szellemi erőt, ki akarja venni, ami az életedben sikerre visz, győzelemre visz. Ahogyan gondolkozol, olyan emberé válsz. A hit gondolatában vagy, akkor látod a láthatatlan. Ha lecsúsztol a világ szerint való gondolkozásmódra, a világ úgy van kiképezve, hogy idomulj a világhoz. Nem csak abban van a probléma, hogy látsz bűnöst, hanem elkezd úgy olyan gondolatokkal bombázni az ördög, vagy a világ szelleme, vagy a világkorszak, hogy egyezz bele, vagy érts egyet a bűnössel. Ezt még egyszer. Az első korszaka az embernek az, a bűn előtt, hogy egyezz bele abba, hogy ez lehetséges. Hogy ez lehet, hogy igaza van annak az embernek, aki bűnös. Elkezdesz úgy gondolkodni, mint egy pogány. És ezt mész arra az oldalra, amikor azt gondolod, hogy megérthető az a bűn, és egyet lehet érteni vele, bár te nem tennéd. És Sámson ugye ezt csinálta. Igen, nem értek egyet, hogy kijátszom az erőmet, de megtehetem. Mert úgy sem tudom, tudják meg, és úgy sem tudom elveszíteni. Játék. Játék azzal, amivel nem játhatsz. Vannak dolgok, hogy gyerekeknek szoktuk mondani, a tűzzel ne játszál. Az elméddel ne játszál. Mert az elmét rendszeresen kell korrigálni, autószerelőhöz vinni, és az úr az autószerelő. Állandóan kopik az alkatrészet. És rendszeresen kell a szellemi megújulás az életedben. Ez a munkahelyen is ugyanígy van. Sőt, a világban nem így van, hogy például orvostudományban, hogy állandóan kell járni konferenciákra, olyan gyorsan, olyan technológiai, ilyen rakéta üzemmódban megy minden. A technológiai forradalom van a világban, százszoros a növekedés, nem tudsz már megállítani ilyen növekedést. Most ugye most meghekkeltek rengeteg számítógép láncot a világon, 100 országban küldték el a hackerek. 100 országban ment el a támadás. Egy hackertől, vagy hackercsoporttól. Ma hallgattam a rádiót. Mekkora technológiai boom van, hogy egy hacker nyom egy entert, és 100 országba elmegy, 100 közhivatalba, vagy 100 nem tudom milyen céghez, és azonnal ott van a vírus. Egy technológiai forradalom van, és fel van gyorsulva minden. 3 év múlva nem így fog kinézni a világ. 3 év múlva azt sem tudod, hogy milyen telefonod volt ma. 3 év múlva nem is emlékszel a telefonodra. Nincs nosztalgia, úgy dobod ki, mint ahogy kidobják a papi zsebkendőt az emberek. Ki gondolta volna ezt a forradalmat? Régen, amikor bejött az iPhone, csak mindenki csak tátott szájjal nézte. Hú, iPhone. Most meg ciki, ha 5-ös SEI út van, mert van már 6-os, nem 6-os, 7-es is van, elnézést. Ciki, ha 6-osod van, mert 7-es, és most jön ki az évben a 8-as. Minden felgyorsult. Minden. Tehát ott tartunk, hogy Sámson benne van ebbe a hurokba. És mondd a 13-as, mondd a Delila Sámsonnak, meddig fogsz még rászedni engem, és hazudni nekem, mondd meg egyszer már, mivel kötözhetetlek meg, ő pedig mondanék ki, ha összeszövöd az én fejemnek 7 fonatékját, nyüst fonállal. És szeggel megerősítvén a zugolyt, mondta rajtad a filiszteusok, Sámson, az pedig felébredvén álmából kitépte a zugoly szeget, és nyüst fonalat. Nem tudom miért, nem néztem meg. Ekkor mondanék ki Delila, miképpen mondhatod, szeretlek téged, és szíved nincs én velem? Miképpen mondhatod, szeretlek téged, ha szíved nincs én velem? Én már 3 ízben szedtél rá engem, és nem mondtad meg, hogy miben van a te nagy erőd. Mikor aztán őt minden nap zaklatta szavaival, gyötörte őt, halálosan belefáradt a lelke, és kitárta előtte az egész szívét. Az elme megújulása a szívedig hatol. Az elme megújulása a szívedet teszi helyre, és a szív szerint egy Isten szerint való, Isten szíve szerint való emberré leszel. És miután a hajába volt az erő, én azt mondom neked, ez példálozza azt, hogy a fejet, a gondolkozás módot. Mert el volt hívva egy szentségre Sámson. El volt választva arra, hogy úgy gondolkodjon, ami a küldetése. Abban volt az ő ereje, hogy abban gondolkodik, amiben Isten gondolkodik. Nem egy természetes ember. Olvasom tovább. És kitárta 17-es előtt az egész szívét, és mondanék ki, borotva nem volt soha az én fejemem, mert Istennek szentelt vagyok, anyám méhétől fogva, ha megnyirattatom, eltávozik tőlem az én erőm, és megerőtlenedem, és olyan leszek, mint akármely ember.
olyan leszek, mint akármely ember. Az egyház nem arra van elhívva, hogy olyan legyen, mint akármely ember. Az egyház arra van elhívva, hogy a szellemi titkokat kezelje és használja. Az egyház arra van elhívva, hogy szellemileg érett legyen, belelásson a titkaiba, az egyháznak a titkaiba, és az elmén, az elméjében a haj ne legyen levágva, elnézést a morbid gondolatért. Arra van elhívva, hogy az elmédben legyen az erőt. Ahogy gondolkozol, olyan legyen az életed. Mutatok egy igét ezzel kapcsolatban. Annak pedig, akinek van hatalma arra, hogy az én örömüzenetemben és a felkent Jézusról szóló igehirdetésben megszilárdítson titeket, abban az örök időkön át elhallgatott titokban, melyről most lehult a lepel. Annak pedig, aki szilárdakká tud tenni benneteket, az általam hirdetett örömhírnek és a Jézus Krisztusról szóló üzenetnek megfelelően a világkorszakokon át elhallgatott titok leleplezésének megfelelően, amely azonban most láthatóvá vált az örök Isten parancsára a profétai írások által a hitben való engedelmességre, és ismerté lett minden nemzet számára. Az egyedül bölcs Istennek, Jézus Krisztus által övé a dicsőség mindörökké. Amen. Mit mond az ige? Örök időkön át el volt hallgatva ez a titok, amelyről most lehull a lepel. Mi ez a lepel? Ez az evangélium leple. Ez egy titok, hogy mik a miénk, milyen lehetőségünk és fegyvereink vannak arra, hogy győztesek legyünk a Földön. Sőt, Efézusban azt mondja Pál 6:19-ben, hogy imádkozzunk Pálért, nem mi, hanem hogy ők imádkozzanak Pálért. Tehát egy szellemi oldalra teszi az evangéliumnak az eredményességét, egy szellemi munícióra, az ima hatalmára. Én értem is, hogy adassék nekem szó, számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertesse meg az evangélium titkát. Értem is, egy másik fordítás, hogy kapjak igét, ha szóra nyitom számat, teljes nyílt bátorsággal megismertetni az evangélium titkát, amelynek bilincsbe verve és követe vagyok, hogy teljes nyílt bátorsággal hirdesem azt, amit szólnom kell. Mit mond itt az ige? Hogy evangélium titka. Két helyen van az Újszövetségben arról szó, hogy van az evangélium titka, és külön Pál, aki apostol volt, aki Isten jelenléte, jelek, csodák történtek, azt kéri, imádkozzatok értem, mert a következő szinten, ahová megyek, kapu lesz kinyitva, el kell mennem, de figyeljetek, az evangélium titkát kell hirdetnem, nem a régi üzenetemet, az újat, új lehetőségeim vannak, de új kihívásaim, új harcok, új lehetőségek, új harcok, új kihívások, és ezt bele kell látnom az evangéliumba, mert az evangélium titkában van a győzelem záloga, biztos sikerem, halleluja. Tehát mit jelent ez a mai ember nyelvére lefordítva? Imádkoznod kell neked. Értem, én nekem érted, hogy az evangélium titka le legyen lepleződve. Hogy belelás abba, ami az örömhír, a győzelmi hír, az üzenet és a biztos dolgok. Mert az evangélium biztos dolgokat hoz el. Hogy gondolod, Lajos, hogy az evangélium biztos dolgokat hoz el? Mert a megváltás üzenetéről szól, hogy mit hozott ki mennyei dicsőség által Jézus Krisztus a mennyből számodra. Mit hozott el? Mert az evangélium mögött áll valami. A megváltás szent javai. Az evangélium az nem bebútoltam. Adhok, ez az. Az evangélium nem adhok dolgozik. Biztos dolog az életedben. Halleluja. Amen. Visszatérve Sámsonra. Olyan lesz, ha kimegy az ereje, mint akármely ember. Én nem akarok olyan lenni, mint akármely ember. Én papnak és királynak vagyok elhívva veled együtt. Amen. Amen. Halleluja. Zárásul már nem igét nézünk át, hanem azt, hogy mik a megtérés akadályai. Csak pár érdekes dolgot leírtam neked. Tudod, egy információ buborékban élünk. Egy nagy informátor az internet. Olyan sok az információ, hogy a világ már nem tudja földolgozni. Tehát már nem lehet földolgozni az internetet. Tehát nincs már rá idő. Az internet annyi információ van, hogy a világ nem tudja földolgozni az információt. És még növekszik, növekszik és növekszik. Na most a lelked a megtérést akadályozhatja. A lelked. A megtérést. Mert amiről nem tudsz, azt a lelked nem fogja tudni megmondani.
a megtérés hozza be, amiről nem tudsz az evangélium által. Amit nem szeretsz, a lelked nem szeret, azt nem fogja szeretni. Csak a megtérés által. Amit nem értesz, vagy nem értesz egyet, amivel, a lelked azt fogja mondani, hogy jó, hogy nem értesz fel egyet. Csak a megtérés fogja mondani, hogy amivel nem értettél egyet az Úrban, vagy Isten szellemi dolgaival kapcsolatban, hogy az hogy van. Mert a lelked az megváltoztathatja a jövődet. Rossz irányba. Sokan mondják, hogy a lelkiismeret szerint szeretnék élni. És amit a lelkiismeretem mond, azt szerint fogok cselekedni. Ez jó. Csak ez nem bibliai. Ugyanis Pál azt mondja, hogy a lelkiismeretem a Szent Szellemmel együtt tesz bizonyságot, hogy mit csináljak. És ha kivonja valaki a lelkiismeret mellől a Szent Szellemet, akkor rossz irányba fog haladni. Mert a lelkiismeretedet nem tud meglátni, csak a Szent Szellem által. Hogy jó vagy rosszul dönt. És hogyha van egy pár olyan tradíció, fizikai, lelki, szellemi, gazdasági, bármilyen tradíció, akár vallási tradíció, akkor a lelkiismeretet simán becsap. És megeszi a szívedet. És a lelked, ami nem logikus, azt nem fogja befogadni. És pont ma beszélgettem a fiammal, és tudni kell azt, hogy van az intuíció, és van a logika. És nem minden, ami logikus, az jó. És nem minden, ami intuitív, az jó. És tudnod kell azt, hogy minden zseni azért tudott zseni lenni, mert nem mindig logikusan gondolkodott. És tudod kell azt, hogy minden, ami logikus, az nem biztos, hogy jó az életedben. De nem minden intuíció jó, azért, mert intuitív vagy. És az intuíció is be tud csapni, mert a tudatalatti az olyan élményekből és olyan múltat megtapasztalt dolgokból építkezik, ami lehet rossz megtapasztalás is, és félreérthető. És amit akarok még mondani itt a lélekkel kapcsolatban, hogy muszáj lesz egy idő után, amit tudsz, amit szeretsz, amit értesz, és ami logikus, azt elutasítani. Hogy meg tudj térni. Rendszeresen. És hogyha ezt nem utasítod el, akkor az érzékek világa, az értékeid világa, a szükségeid világa, és a tapasztalataid világa leuralja a Szent Szellemet. Amikor a lélek dolgozik, akkor mindig külsőből dolgozik, és nem belülről. A lélek mindig a mások álláspontját keresi, mert a legtöbb ember azért nem sikeres a világban. Siker alatt nem azt értem, hogy sok pénze van, hanem önmagában boldogul, mert mások határozzák meg az életét. Mások. És nagyon sokszor, bizonyos korszakváltásokkor ezek az emberek bedőlnek, ezek a, még a boldoguló emberek is, mert nem értik azt, hogy hogy kell korszakot váltani. Mire gondolok? Körülbelül 3 évente van egy korszakváltás a Földön. Annyira gyors a divat, a gépjármű technológia, az ingatlan árak emelkedése, a politikai változások, hogy ehhez olyan embernek kell lenni, aki teljesen ki van élezve arra, hogy hogyan kell váltani. Erre az emberiség nem kész. Az emberek 99,9%-a komfortzónában él, és 99,9%-a pedig úgy dolgozik, úgy él, olyan célokat hoz össze az életébe, amelyet a világkorszak vagy mások mutatják meg. Hogy mi lesz a célod, mit lehet. Tehát a világ határozza meg, hogy hogyan gondolkozzon az ember. És a megtért ember viszont jövő embere nem tud rajta hatni a világkorszak, és nem világkorszakról világkorszakra változik, frizuráról frizurára, divatról divatra, hanem Isten képűségről, képűségre, és hitből él. A hit a világ leginnovatívabb szelleme. Nincs a világon nagyobb innováció, mint a hit. Ami csak megtérésen keresztül dolgozik, az az, hogy megújítja az ember az elmét. Ha te hitben vagy, akkor meg tudod tartani a pénzedet, az állásodat, a lakásodat, a családodat. Mert meg fogja mutatni mindig Isten a következő lépést a világkorszakkal szemben. A vallás az nem. Na, még egy dolgot mondok. Amikor a vallásban nem működik az elme megújulása, az emberek dogmatizmus követnek, dogmákat, sztorikat, élményeket, tapasztalatokat, múltat, emlékeket, a múlt fogságában vannak, és ami kint van, akármilyen új, akármilyen jó, az kint marad, ez a szöveg, és ami benn van, az benn marad. Na most egy ilyen embert nehéz átalakítani a Szent Szellemnek, mert ami kim van, az kim marad, ami benn van, az benn marad.
és ezzel a szöveggel éli az életét. Ami kimarad, az kimarad, ami bemarad, bemarad. És akármennyire akarod meggyőzni, nem tudod meggyőzni, még ha isteni dolgokról is, mert ő eldöntötte, hogy kimarad, az kimarad, ami bemarad, bemarad. És most ezen nevettek, csak az ember így dolgozik, és így lesz az ember bigott, előítélettel, teljes és merevséggel teljes. Skatujába van, úgy mondja az angol, matchbox. Egy kis skatujába van. És a kis skatujából soha az életben nem tudod kivenni, még a legnagyobb kenet se tudja kivenni az embert, csak ha megengedi, hogy kijöjjön. És egy igét hagy mondjak ezzel kapcsolatban, a Zsoltárokban mondja az ige, hogy Egyiptomban Isten monumentális csodákat letett az asztalra, megmutatta Izraelnek, hogy mire képes, és ők nem emlékeztek meg a csodáiról, és ők nem elmékedtek a csodáiról. Ezt mondja a 106-os Zsoltár, azt hiszem. Nem emlékeztek meg, és nem elmékedtek a csodáiról. Mi volt az, ami behozta volna a csodának az üzenetét, azt a mikroüzenetet, ami DNS szinten átalakította volna az új generációt? Az elmékedés. Hogy elmékedik a csodán. Nem csak megtapasztalja a csodát, hanem elmékedik a csodán. Nem csak megtapasztalja azt kívülről, hanem belül bemegy a csoda, és megmutatja neki, hogy mire képes Isten. Így benne maradtak egy skatujába, egy boxba, és nekik volt evangéliumuk? Volt evangéliumuk. Mit mond a Zsidó 4? Hogy nekik is volt evangéliumuk, de nem hallgattak az evangéliumnak, és nem hittek az evangéliumban, mert nem került beléjük a csoda. Amen. Álljunk föl. Halleluja.